Rajt! Filoni Ferenc Ibolya polgármester sütötte el az indítópisztolyt, melynek hangjára a bonyhádi atléták hivatalosan is birtokba vették az új stadiont. A futók között volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól nem egy kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki mielőtt futócipőt hozott, az ünnepélyes átadó beszédében azt mondta, majd 60 évet kellett várni a városnak ahhoz, hogy a kor követelményeinek megfelelő minőségű sportkomplexummal rendelkezzen. Gyakorlatilag az országban ez a második, harmadik helyen található a Bonyhád, az atlétikai csarnokkal és ezzel a komplexummal. Legyünk erre büszkék, hogy ez megvalósult. Szeretnénk megköszönni a magyar kormánynak a közel 1,6 milliárdos támogatást. Ebből a sportpályára 1 milliárd jutott. Az átadón felszólalt Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki arról szólt, ez a beruházás is bizonyíték arra, hogy az atomerőmű fejlesztés a térség egészen számára jelent korszerűsödést, hiszen a támogatás eredményeként megújult sportpálya olyan egészséges életmód kialakítását teszi lehetővé, mely az erőmű Bonyhádon élő dolgozói számára is elérhető. Az átadón részt vett Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, aki azt mondta, a kormány eltökélt célja a jövőben is a hasonló létesítmények létrehozása vagy korszerűsítése. Ez egy népegészségügyi program is, az, hogy mindenki számára elérhető legyen, hogy minél több embert bevonjunk ebbe a rendszeres napi mozgásba. Azt gondolom, hogy egy jobb életminőséget érhetünk el. A legolcsóbb gyógyszer a sport, és én saját bőrömön tapasztalom és tudom, hogy a legnagyobb közösségi élményt a sport adja. Filoni Ferenc Ibolya polgármester álláspontja szerint ennek a létesítménynek nem csak a versenysportot kell szolgálnia, hanem a város egészének nyújt majd magas szintű mozgási lehetőséget. Emellett Bonyhád számára a turizmus új formájának fellendítését is magában hordozza. Megújult a Percel Kúria, ahol 14 férőrejjel várjuk az idelátogatókat. Természetesen ott bárki megszállhat, de elsősorban az edzőtáborozók, akik igénybe veszik, és ott is már gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy az átadás követően azóta szinte teltházas a ház, és teljesen ki van használva. Bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. A sportcsarnokkal együtt közösen egy olyan sportinfrastruktúra kiépítése zajlik a városban tudatosan, amire még sok mindent lehet építeni, de lehet jövőt is építeni és fejlődést is. Az egy esztendeje elkészült, de a vírus miatt csak most a közönségnek is átadott sportkomplexum nyitómérkőzésén a paksi és a bonyhádi csapat csapott össze, melyet az NB1-es csapat nagy fölénnyel nyert meg.